a nézőinket, önök a Tolnakáj Televízió híradóját látják. Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Fejlesztési koncepciók, az önkormányzatok a következő ciklusra készülnek. Nemzeti újrakezdés program, jövőre is folytatódik a támogatási rendszer. Elhalasztották a Prima gálát, a járványhelyzet miatt 2022. februárjában vagy márciusában rendezik meg a díjátadót. Embercsempészek terhelik a bíróságokat, egyre több munkát adnak az igazságszolgáltatásnak a jó rész külföldi bűnözők. Már elérhetőek a TOP plusz pályázati kiírásai az önkormányzatok számára. Több helyen tárgyalták is a képviselőtestületek a következő 7 éves fejlesztési elképzeléseiket. Tolna megye a tervek szerint több mint 40 milliárd forintból gazdálkodhat ebben az uniós ciklusban. A települések korszerűsítésének egyik pénzügyi támasza volt eddig a megyei önkormányzat által kezelt területi operatív program. A Tolna megyei TOP keret az elmúlt ciklusban közel 40 milliárd forint volt. A települési önkormányzatok jelenleg a tervezési szakaszban vannak a következő éveket illetően. Tamásiban arról tárgyaltak a testület tagjai, milyen fejlesztési elképzelések mentén képzeli a város vezetése a jövőt, melyhez a pénzügyi forrást az operatív program keretéből remélik. Borga Ferenc polgármester azt mondta, elsősorban az úthálózat korszerűsítésére koncentrálnak. Elképzeléseink szerint elsősorban a városi társasházi övezet, a lakótelepeket szeretnénk rendbe tenni, utakat, járdákat, parkolókat, zöld felületeket, közösségi pontokat. Mondjuk a Móricz Zsigmond lakótelepen még a vízelvezetési rendszert pluszban. Tehát nagy valószínűséggel, amennyiben majd odaérünk, és ezt jóvá hagyja a képviselőtestület, akkor ez lesz a fő stratégiai irány. Bátaszék képviselőtestülete is meghatározta a fejlesztési irányokat. A testület hosszan értekezett arról, milyen prioritások mentén képzelik el a következő ciklust. A pályázati kiírások figyelembevételével pályázatot kívánnánk benyújtani az idősek nappali ellátásának kialakításához, szeretnénk egy új idősek nappali ellátása intézményt építeni. Pályázni fogunk az óvoda konyha teljes korszerűsítésére, pályázni fogunk belterületi utaknak a felújítására. Gazdaságélénkítés szempontjából pályázni fogunk az agrárlogisztikai központ épületén belül technológiai berendezési tárgyaknak a beszerzésére. Emellett a turizmus élénkítés területén a horgásztó és környéke fejlesztése került a tervekbe Bátaszéken. A megyei önkormányzat 45,5 milliárd forintos keretet biztosít a települési önkormányzatok koncepcióihoz. 11.871 új koronavírus megbetegedést igazoltak csütörtökön idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.688.888 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 162 többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 33.866 főre emelkedett. 6.913 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 695-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 6.087.000-en kaptak. Tolna megyében 266 új fertőzöttet regisztráltak csütörtökön, ezzel a járvány kezdete óta 22.122-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országnak ezen a részén. Meghosszabbítja a kormány az oltási akcióhetet, ezt a miniszterelnök jelentette be szokásos péntek reggeli rádióinterjújában. Orbán Viktor azt mondta, nagyon sokan a harmadik vakcinát veszik fel, tehát kevés közöttük az, aki az elsőt, valamivel több, aki a másodikat. Ezt döntő jelentőségűnek nevezte. A kormányfő szerint idén lehet nagy karácsony, ha a harmadik oltást kérők száma megnő. Ezért döntöttek az oltási akcióhét december 5-éig történő meghosszabbítása mellett. Számíthattak a kormány segítségére az elmúlt 11 évben a határon túli magyar közösségek, mondta a Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője Budapesten. Mint fogalmazott, ez abból is látszik, hogy csak a 2021-es évben három pályázat keretében több mint 2 milliárd forinttal támogatták a külhoni magyarságot. Ebből 2700 projekt valósulhatott és valósul meg. A programokat a 2022-es évre is meghirdetik. Több mint 1.700.000 embert tudtunk elérni. Ez egy, azt gondolom, egy nagyon imponáló szám.
Többek között ezt a sikert látva hirdeti meg a jövő évre a Nemzeti Újrakezdési Program 1-es és 2-es kiírását és a testvértelepülési pályázatot a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága. A Nemzeti Újrakezdésben 2 milliárd forintos a keretösszeg, ebben 1,5 milliárd forintot tudnak igénybe venni a magyar szervezetek, külhoni magyar szervezetek fejlesztésekre, felújításokra, eszközbeszerzésre. Az 500 millió forintnál pedig különböző rendezvények, programok megvalósítására adunk támogatást, nyújtunk támogatást. A Kárpát-medencei testvértelepülési program pályázatoknál a keretösszeg csak úgy, mint az idén 500 millió forint lesz 2022-ben is. Egy-egy önkormányzat maximum 2 millió forintra tud pályázni. Ebből a hagyományos találkozók, fórumok lebonyolítására 1 milliót, és új elemként további 1 millió forintot fordíthatnak a gazdasági kapcsolatrendszer erősítésére. Az elmúlt éveknek köszönhetően, pályázatainak köszönhetően, támogatásainak köszönhetően 1000 új testvérkapcsolat jött létre a már meglévők mellett, a Kárpát-medencében. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár felhívta a pályázók figyelmét, hogy a programok és rendezvények előkészítése során legyenek figyelemmel a megvalósítás helyszínén érvényben lévő hatályos járványügyi szabályokra és azok betartására. A járványhelyzet miatt idén nem tudták megtartani a péntekre tervezett Tolna megyei Prima díjátadót. Tolna megye egyik legrangosabb közéleti eseményére ezért később a tervek szerint 2022 elején kerül majd sor. A szervezők azt mondják, mindenképpen megtartják a rendezvényt. Részlet a 2019-es Tolna megyei Prima gálából. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által megrendezett díjátadóest az egyik legrangosabb közéleti esemény az országnak ezen a részén. A VOSZ ekkor ismeri el a Prima díjasokat. A program előkészítése hónapokon át tart, idén már fél évvel ezelőtt elkezdődött a munka, és minden készen állt ahhoz, hogy november 26-án pénteken megtartsák a rendezvényt, a járvány viszont áthúzta a terveket. A szervezéssel elkészültünk, tehát minden készen volt, a vendégek meg voltak hívva, a díjazottak ugye meg lettek szavazva, a fellépőkkel megegyeztünk, minden a vendéglátás készen volt, de sajnos az emberek élete fontosabb. A koronavírus minden korábbinál intenzívebb terjedése tehát arra kényszerítette a szervezőket, hogy elhalasszák a Prima gálát. Arról viszont nem mondtak le, hogy jövőre átadják a 2021-re tervezett díjakat. Mindenféleképpen meg fogjuk tartani, ez sajnos nem ebben az évben, hanem jövő év elején, február-március hónapban fog az idei Prima gála lezajlani. A Tolna megyei Prima díjakat egyébként először 2005-ben adták át. Koporsók és urnák közé rejtette a drogot egy tamási díler. A 65 éves helyi férfiről már egy ideje sejtették, hogy kábítószerekkel is kereskedik a kegyeleti tárgyak mellett, és korábban egy lopás miatt tartott házkutatás során már találtak nála tiltott szereket. Most a furgonját állították meg, ekkor szagolta ki a drogkereső kutya a kábítószert. A férfinél fehér port és tablettákat is találtak. Ha bebizonyosodik, hogy kereskedett a drogokkal, akár 15 év börtönt is kaphat. Hatalmas feladatot rónak az embercsempészek a Tolna megyei bírókra. Csak november első felében 10 ilyen ügyben kellett ítéletet hirdetniük, ráadásul a vádlottak minden esetben fellebbeztek, vagyis az ügyeket tovább kell majd tárgyalni másodfokon. Ez azt jelenti, hogy hiába születtek meg a döntően külföldi bűnözők miatt indult ítéletek, a bíróságokra nehezedő nyomás nem csökken. Fegyveres terrorelhárítók biztosították a kamiont, aminek a rakterében 97 migráns utazott. Dunaföldvárnál állították meg a rendőrök a teherautót november 10-én. A 23 éves moldáv embercsempész másnap már bíróság elé is állították. A tárgyaló teremben arról született döntés, hogy 30 napra letartóztassák ki az illegális migránsokat szervezett bűnözői hálózat tagjaként segítő férfit. Ez volt az elmúlt időszak legnagyobb hasonló rendőrségi fogása Tolna megyében, de szinte egymást érik az embercsempészek bírósági tárgyalásai az országnak ezen a részén. Csak november első felében 10 ilyen ügyben született ítélet. Mind a 10 személy elítélésre került, mindegyikőjük elsőfokú ítéletet kapott. Ezek az ítéletek mindegyike
végrehajtandó szabadságvesztés különböző időtartamokban, a 2 évtől 4 évig terjedő szabadságvesztési intervallumokban szabtak ki büntetést a bíróságok. Ezzel viszont még nem ért véget az embercsempészek miatt a bíróságokra nehezedő nyomás. A vádlottak ugyanis minden esetben fellebbeztek, vagyis másodfokon is tárgyalni kell majd az ügyeiket Tolna megyében. Emellett további 8 személyt letartóztatásba helyezett a Szekszedi Járásbíróság nyomozási bírája ugyanezen rövid időn belül. Ezekben az ügyekben nem volt lehetőség az azonnali bíróság eléállításra, további nyomozati cselekvényeket végez a nyomozó hatóság, ezért a bíróság letartóztatta az elkövetőket, és majd a bizonyítás után kerülnek bíróság elé. Vagyis ez azt jelenti, hogy a már első fokon elítélt 10 embercsempész másodfokú tárgyalása mellett 8 egyéb illegális migrációval összefüggő bűncselekmény miatt is tárgyalásokat kell kitűzni Tolna megyében. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság is csatlakozott a Nógrád megyei rendőrök által hirdetett Ültessük el az élet fáit nevű akcióhoz. A kezdeményezés célja, hogy egy-egy csemete elültetésével hívják fel a figyelmet a koronavírus elleni harc fontosságára. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai egy fiatal platánt választottak, aminek Szekszárdon a Tarcsai Vilmos utcai telephely udvarán találtak helyet. Regionális híreink következnek. Zakatol a gazdaság, a miniszterelnök szerint a hazaszeretet fog dönteni nemzetek jövőjéről. Felújították a központi épületet és kilátó is létesült, fejlesztések a pécsi Pintérkertben. Kosár és tálca készülnek a karácsonyra Kelevízen. Ahhoz, hogy fejlesztések legyenek, zakatoló gazdaságra van szükség, amely nem elnyeli, hanem megtermeli a pénzt. Erről a miniszterelnök beszélt az Aktív Magyarország Korszakító Konferencia című tanácskozáson Siófokon. Orbán Viktor szerint rövid távon az dönt majd Európában és a világban a nemzetek jövőjéről, hogy melyik közösség szereti jobban a hazáját. Ha aktívak vagyunk, megőrizhetjük hosszú távon az egészségünket, de az elmúlt 2 év pandémiás időszaka bebizonyította azt is, hogy megismerhetjük hazánkat is. A többi között ezt emelték ki a konferencia résztvevői a siófoki nyitónapon. Révész Máriusz kormánybiztos kiemelte, az aktív turizmus támogatásával mindenki csak győztes lehet. Győztes a gazdaság, hiszen itthon nyaralunk, és ha itthon nyaralunk, akkor itthon költünk, itthon van áfa bevétel, itthon van minden egyéb bevétel. Győztesek azok a szolgáltatók, akik az adott régióban vannak, és ne felejtsük el, az aktív turizmus az nagyon sok olyan területen kitörési pont, ahol egyébként a térség az meglehetősen nehéz és problémás helyzetű. És ezeken a területeken egyébként, hogyha sok turista oda megy, akkor a lakosság megtartó képesség is növekszik. A közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs egyik feladata az volt, hogy a 3. hullám után kidolgozzon egy olyan stratégiát, amely segítette az újraindítás utáni közösségi programok elindítását. Ennek értelmében 550 millió forint lesz 14 különböző kezdeményezés támogatására 2022 tavaszán és nyarán. Lesznek aktív Magyarország családi hétvégék, itt 15 családi napot terveznek Máriuszék 15 ezer résztvevővel, vidéken, kisebb városokban, kerékpártúrázás, gyalogtúrázás, vízitúrázás népszerűsítéséről szólnak majd ezek a családi napok. Lesz Aktivál Fest, amely kifejezetten a budapesti aktív életmódot bemutató fesztivál lesz, szintén a családoknak szól majd. Lesznek egynapos kirándulások hátrányos helyzetű gyermekek számára, amelyek arról szólnak, hasonlóan a napközis Erzsébet táborokhoz, hogy a környezetükben, a közvetlen környezetükben lévő természeti kincseket fedezzék fel. Ez 3-4 megyében 5-6 ezer diákot szólít majd meg. Emellett kerékpáros és vízitúrafesztiválok, nyitott sípályarendezvények is lesznek, amelynek keretein belül 10 000 óvodás és iskolás gyerek kap lehetőséget arra, hogy megtanuljon síelni, de támogatják a műjégpályák üzemeltetését is, hogy a gyerekek és a családok minél több helyen korcsolyázhassanak az országban. Mindezek finanszírozásához azonban pénz kell. Ezt már Orbán Viktor miniszterelnök mondta köszöntő beszédében. A miniszterelnök hangsúlyozta, pénz csak akkor adható ezekre a tevékenységekre, ha a gazdaság jól működik. Ahhoz, hogy itt tudjunk beszélni fejlesztésekről és programokról, ahhoz nekünk egy zakatoló gazdaságra van szükségünk. Egy olyan zakatoló gazdaságra, amely nem elnyeli, hanem megtermeli a pénzt, amit utána ilyen értelmes, nemes, emelkedett és fontos célokra tudunk használni. Jelentem, hogy a gazdaság zakatol. Tehát arra késő, hogy lesz-e pénz, a válasz az, hogy lesz pénz, mert zakatol a gazdaság.
Sok oka van annak, hogy zakatol a gazdaság, ez szintén nem témája a mai összejövetelnek, csak egyetlen dologban szeretnék önöktől segítséget kérni. Ne engedjék, hogy szétbarmolják a nagy nehezen fölépített, működő magyar gazdasági rendszert. Ennek a gazdasági rendszernek a szíve közepe az adórendszer. Ha nem az adórendszer van Magyarországon, akkor a gazdaság teljesítménye jelentős mértékben csökkenne, és abban a pillanatban minden forrás, amely ilyen célok rendelkezésére bocsátható, csökkenni fog. A miniszterelnök kiemelte, rövid távon az dönt majd Európában és a világban a nemzetek jövőjéről, hogy melyik közösség szereti jobban a hazáját. Átadták a Dunadráva Nemzeti Park Igazgatóság felújított székházát, Natura 2000 bemutató múzeumszobáját és az újonnan épült pintérkerti kilátót. A kormányzati támogatással megvalósult beruházás még 2019-ben indult. Több elemből álló fejlesztést adtak át Pécsett a Pintérkertben. Az itt álló villaépület adott hont a Dunadráva Nemzeti Park Igazgatóság központjának, amely kívülbelül megújult. Emellett egy új, fából épült, üvegmelvédes kilátó is létesült az arborétumban, mintegy 13 millió forint értékben. 2019-ben költségvetési forrásból, a magyar kormány 100%-os támogatásából kezdtük el a megújítását a pintérkerti központunknak. Gyakorlatilag a padlástól a pincéig, a gépészettől az épületet körülvevő környezetig, mint a 125 millió forintból. Az átadó ünnepségen a környezetügyért felelős államtitkár is részt vett. Rácz András kiemelte, hogy a 2021-es év a fejlesztésekről szólt a nemzeti parkokban. Az országban közel 30 beruházás zárult ebben az évben 8,7 milliárd forint értékben. Nem csak ez az év volt rekord, hanem az elmúlt évtized is, hiszen soha ennyi fejlesztés nem történt a Nemzeti Park igazgatóságoknál. Közel 200 projekt, 80 milliárd forint, és 320 ezer hektár az, ahol javítottuk egész konkrétan a természeti környezetünknek az állapotát. Az eseményen Őri László hangsúlyozta, hogy napjainkban különösen fontos, hogy a fiatal generációt sokkal tudatosabban kell nevelnünk. Egyre inkább tisztában vagyunk azzal is, hogy a természet szeretetét, a környezet megóvásának a fontosságát nem lehet iskolai keretek között a tanórán átadni, vagy nem lehet csupán a tanórán átadni a gyermekeknek. Ehhez kellenek az élmények, a természetben megélt közös élmények is. A természeti értékek védelme kapcsán Kővári János elmondta, hogy a közeljövőben örvendetes fejlesztések valósulnak meg a Mecsekben. A Vidám Park helyén, a Mandulás kemping helyén újabb, mondjuk úgy, hogy ökoturisztikailag fontos létesítményeket hoz létre. Egyébként ennek nyilván örülünk mindannyian, de az fontos, hogy ezt majd úgy tegye a város, és persze a megye is, és a kormány is, hogy mindezt a természet rendjébe illeszkedően végzi el ezt a beruházást. A most megvalósult beruházások egyszerre szolgálják a természetvédelmi fejlesztési, oktatás szemléletformálási és kezelési feladatok ellátását. A beruházás emellett hozzájárul Pécs rekreációs centrumának fejlesztéséhez, valamint segíti az épített környezetváros és kultúrtörténeti szempontból fontos elemének megőrzését. Kosár és tálca is készül szinte minden méretben Kelevízen, a település kosárfonó műhelyében és a Varrodában is a karácsonyi termékeket állítják össze. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, a vásárlók szívesen ajándékoznak karácsonyra helyi kézzel készült használati tárgyakat. Már javában készülnek a karácsonyi ajándéknak való termékek Kelevízen. Margit 6 éve varja kosarak színes bélését, most ünnepi mintákkal dolgozik. Most egy karácsonyi kis tálcát, és ugye van egy filc anyagunk, és az lesz a maga az alapja, az egy merevítést ad neki, és akkor utána, hogyha az ki van szabva, akkor egy megfelelő anyagból lesz rajta egy szép kis minta. Folyamatosan készülnek a kisebb-nagyobb kosarak és tálcák a kosárfonó műhelyben. Egy darab akár másfél óra alatt is kész. Természetesen ez függ az alapanyagtól és a kívánt mintától, mérettől. Többféle fajta vesző van, van fűszavesző, van sárgavesző, rekettye, piros fűszöm, általában a fehér fűz az a jó. Más sorakoznak az elkészült megrendelések, karácsonyi ajándékok lesznek ezek a kosarak. Mint azt Palatinc Krisztina, Kelevíz polgármester elmondta,
Egyre többen figyelnek a környezet tudatosságra, s a műanyag bevásárlótáskákat váltják vesszőkosarakra. De a vásárlók ügyelnek arra is, hogy helyi termékekkel lepjék meg szeretteiket karácsonykor. Kelevízen 17 embernek ad munkát a kosárfonom műhely és a helyi termékeket kínáló bolt. A koronavírus járvány idején az online értékesítés is elindult, így már az egész országba eljutnak a kézműves munkák. 2016 óta végezzük ezt a kosárfonó tevékenységet a Start Minta Plus program keretén belül, és ezt szeretnénk a továbbiakban is folytatni. Most már van saját veszültetvényünk is, jelenleg most kezdtük meg a héten a veszőknek a levágását, mert ugye az akkor jó, amikor megcsipi egy kicsit a dér, és lehullik a levele. A kelevízi kisbolt polcai tele vannak a helyi termékekkel, amelyek folyamatosan készülnek, így a remények szerint nem lesz hiány belőlük advent időszakában sem. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Fejlesztési koncepciók, az önkormányzatok a következő ciklusra készülnek. Nemzeti újrakezdés program, jövőre is folytatódik a támogatási rendszer. Elhalasztották a Prima gálát, a járványhelyzet miatt 2022. februárjában vagy márciusában rendezik meg a díjátadót. Embercsempészek terhelik a bíróságokat, egyre több munkát adnak az igazságszolgáltatásnak a jó rész külföldi bűnözők. Szombaton jelentős csapadék nem hullik, elszórtan várható kisebb eső, délelőtt borult tég lesz jellemző, délután viszont felszakadozik, csökken a felhőzet. Vasárnap újabb mediterrán ciklon okoz változatos időjárást hazánkban, délelőtt nyugaton már megszűnik a csapadék, az ország keleti felén viszont jelentősebb esőre lehet készülni, majd késő délutára ott is megszűnik. Hétfőn élénk szél mellett eleinte borult lesz az ég, majd északnyugat felől csökken a felhőzet. Kisebb eső, havas eső, hó egyaránt előfordulhat, de jelentős csapadék nem valószínű. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!